Az akadémiai képzésben elengedhetetlen az innováció és az eszközpark folyamatos fejlesztése. Tény is való, hogy új perspektívák és új dimenziók nyílnak meg a játékosok fizikai teljesítmény fokozásában ezekkel az eszközök megjelenésével. Az eredményességben is megmutatkozik azért a fejlődésünk, valamint a játékosok folyamatosan visszaigazolják nem csak a beléjük vetett hitünket, hanem azokat a paramétereket is, amiket mi szerettünk volna fejleszteni. Az erőlléti edzések hatása a remek teszt eredményeken kívül a mérkőzéseken nyújtott teljesítményen is látszik. Az egész csapat nevében beszélhetek, hogy mind dinamikában, mind állóképességben és gyorsaságban is fejlődtünk. Ez érezhető. Én tapasztaltam a pályán edzésen, hogy az elindulásaim, az ugrásaim azok sokkal jobbak, mint például eddig. A technikai eszközök pontosan rögzítik az edzésmunka minden fázisát. Mekkora sebességgel tudta végrehajtani a mozgásokat, és az alapján majd meg tudjuk nézni, hogy ez alapján mi az egy ismétlés és becsült maxa, hogy be tudjuk azt állítani, hogy oké, ma ez a célom, ma ilyen sebességgel kell dolgoznia, és nem előre meghatározott súlyt adok neki, hanem az adott napon az ő aktuális készenléti állapotához képest tudom meghatározni azt, hogy ő neki ma ennyi kilóval kell dolgozni. Nagyobb súlyokkal tudok dolgozni, mint eddig, meg úgy stabilabbnak érzem az egész törzsemet. Az OptoJumpot az edzés elején használjuk, ezzel az eszközzel a vertikális emelkedést tudjuk mérni. Egy nagyon jó visszajelzést kapunk a játékosok aktuális készenléti állapotáról. Sérüléseket tudunk megakadályozni, meg tudjuk azt is nézni, hogy esetleg ez a játékos az adott poszthoz képest hol jár a nemzetközi átlagokhoz képest. Egyes eszközök a teljesítmény fokozás mellett a diagnosztikában és a rehabilitációban is használhatók. Abszolút érződik, hogy sokkal erősebbek, felkészültebbek vagyunk, és az állóképességünk is jobb. 60 percig végig tudjuk játszani a mérkőzést, bármelyik csapat ellen, bármilyen sebességen. A Danny Marci egy úgynevezett hamstring tesztet, ez egy hajlító állapot felmérő eszközt tesztelt, ahol egy Nordic hamstring gyakorlat bemutatásával történik. A platformba helyezett érzékelők segítségével, hogy milyen nyomatékot tud adni a játékos, és milyen hosszú ideig tudja azt tartani. Mindannyian azért vizuális típusúak vagyunk, ezért nekik is sokkal izgalmasabb, és egy ilyen folyamatos versenyhelyzetet teremt gyakorlatilag minden egyes gyakorlat során.